Az Emplin Televízió kulturális magazinműsorát a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Kiállítás, művelődéstörténeti konferencia és önálló est. Ezzel várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk! A kiváló biológus kutató helytörténészre, Bogoly Jánosra emlékeztek Királyhelmecen. 2011. januárjában hunyt el. Életét a Bodrog köz és az Unvidék kutatásának szentelte. Számtalan könyve, publikációja és fotója jelent meg szűkebb hazájának természeti és épített örökségéről. Egykori kollégái a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeumban szervezett tárlattal tisztelettek sokoldalú egyénisége előtt. 1982-től a Szlovák Botanikai Társaság, 1985-től a Bruni Orchidea Klub tagja, 1984-től a Szlovák Természet és Tájvédők Szövetségének járási elnökségének tagja. A természetvédelem, a növények ismerete szinte magához vonza a dokumentálást, a fényképezést, hiszen a védett növényeket tilos letépni. Fényképen viszont szépen bemutathatók. De a táj dokumentálási is érdekelte. 1972-ben már egyéni fényképkiállítást tartott szülővárosában. 40 éves koráig nem akármilyen munkásság állt mögötte. 157 írása, tájvédelmi dolgozata, 489 fehér-feketek és 203 színes fényképe kapott nyilvánosságot a korabeli magyar és szlovák lapokban. A hétben sorozata indult az Új Mindenes gyűjteményeben, az Akta Botanika című szaklapban és a Madás naptárban is közölt írásokat. Így emlékezett Bogoly János munkásságára Valassa Zoltán újságíró helytörténészt annak a kiállításnak a megnyitóján, mely Királyhelmecen nyílt, a tragikus hirtelenséggel elhunyt biológus helytörténész kutató emlékének adózva. Bogoly János jelentős szerepet töltött be Bodrog köz és az Ung vidékének kutatásában, bemutatásában. Számtalan könyve, publikációja jelent meg szűkebb hazája történelméről, természet és épített örökségéről. A Bodrog köz egy elhanyagolt tájegysége Szlovákiának, ez mindmáig megmutatkozik, és ezért volt fontos, hogy Bogoly János ezt a területet kutassa és értékeit felmutassa. Az ember ugye hajlamos arra, hogy Afrika tetszik neki, vagy Dél-Amerika, de a szülőföldjén nem veszi észre az értékeket. És valahol János is ezen az úton járt, mint mindenki, hiszen a gyerek az romantikus, és ő felfedezte ezt időben, és tudott is tenni, abban a szerencsés helyzetben volt, hogy segíthettek neki mások is, és ő ezt fel tudta tárni, és amit letett az asztalra, az valóban komoly értéket jelent. Ön személyes kapcsolatban volt veled, de mi mondható el Bogoly Jánosról, az emberről, és Bogoly Jánosról, a kutatóról, a tudósról, a biológusról? Ez az érdekes, hogy az ember utólag kezdi összeszedni a gondolatait, amikor már valaki nincs, és akkor jut eszébe, hogy ezt se kérdeztem meg, azt se kérdeztem meg, erről sem tudok, arról sem tudok, és már nem lehet megkérdezni, mert mindenkinek megvannak a maga feladata, és csak akkor fordultam hozzá, vagy ő esetleg hozzám, ha valamire konkrétan szüksége volt. De itt tartottuk a kapcsolatot, de hát ez nem napi kapcsolat volt. Én gyakorta megfordultam Királyhelmecen egy időben, a munkám is ide kötött, a vízügyben dolgoztam valamikor, hogy olyankor persze kerestem az alkalmat, hogy találkozzunk, elbeszélgettünk erről, arról, de ez ilyen laza kapcsolat volt, hogy néha az ember elgondolkozik, hogy most barátok voltunk, vagy sem, mert személyes dolgokról soha nem beszéltünk. Ön szerint hogyan lehet ápolni az ő hagyatékát? Fel kell használni ezeket az anyagokat, amelyeket kiadott, és széles körben ismertetni, hogy az emberek megismerjék a táj úgy földrajzi, mint természeti és történelmi értékeit. Az iskolában is a honismeretet jobban kellene tanítani, és János letette az asztalra, amiről lemondta a filmben is, hogy ez közkincs, és valóban az, ezt hasznosítani kell. A mai kiállítás is bizonyítja a sokrétű munkásságát, a számos kiadvány publikáció, de lehet-e választani ezek közül, hogy melyik a legértékesebb, mi a legfontosabb? Ön tudná választani?
Hát ezt nem mernék vállalkozni rá, mert mindenkinek más szempontjai vannak, és mindenkit más érdekel, vagy éppen más kutat, és éppen az az adat, amire szüksége van, az adott területen a számára a legfontosabb, de mindenképpen fontos az a Zemplén kötet, a Vármegye újrakiadása, amelyik bővült az újabb anyagokkal, de aztán a Bodrog közvaskos kötete is, amelyikben ez hozzájárult, valóban egy olyan alapmunka, amely egy tájegységnek a lelkét igyekszik megmutatni. Ő volt Bogoly János, az az egyszerű és nagyszerű ember, aki mindenkinek a Jánosa volt. Másképp nem is szólítottuk, ő mindenkivel nagyon jó barátságot alakított ki. Mindig mosolygott, mindig volt egy jó vicce, egy jó poénja. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy János gyermekkorom óta ismerhettem, drága szüleink révén sokat jártunk hozzájuk, és ő mindig más volt, mint a többi fiúgyermek. Annak ellenére ugye, hogy gyakorlatilag 5 év korkülönbség volt köztünk, én mint kislány mindig felnéztem rá, mert ő soha nem autókkal játszott odahaza, hanem ült az íróasztala mellett, és mindig a mikroszkópon keresztül a lepke és a növény gyűjteményeit vizsgálta. Már akkor szinte minden kőnek, minden virágnak, minden bokornak tudta a nevét, ismerte. Tehát őt nem lehetett másképp elképzelni, csak az, hogy egy nagy természetjáró, ez az óriási szíve, a szeretete, a szülőföldje, Király Helmec iránt, ez a vonzódása, Bodrog köz, ugye, és természetesen Zemplén vármegyét is ugye, a szívébe zárta, azt is otthonának teremtette, és fogadta el. Tehát egy olyan embert veszítettünk el, aki nagyon nehéz pótolni, és a hiánya mindig megmarad. De vigasztaljon bennünket az, amit ő írt egyik könyvében, és a kedves felesége hívta fel rá a figyelmet, hogy magamnak ugye, címezve írta, hogy soha nem halok meg igazán. És valójában ugye az ő szelleme mai napig itt él. Ezekkel a szavakkal Zvolenszky Gabriela, a Bodrog közé és Ungvidéki Közművelődési Intézet igazgatója emlékezett Bogoly Jánosra, hiszen a helytörténész kutató szakmai munkássága mellett munkatársa volt a Művelődési Intézetnek is. János egy olyan személyisége volt a Bodrog köznek, illetve a Felső Bodrog köznek és Ungvidéknek, aki életművével, tevékenységével egy maradandót alkotott, úgymond nyomot hagyott a kistérség történelmében. És hát intézményünk a Bodrog közé és Ungvidéki Közművelődési Intézet, mint Kassa megye önkormányzatának szervezete. Úgy érezte, illetve a vezetőségünk, Zvolenszky Gabriela igazgatónő, hogy helyén való lenne így néhány év elteltével, tehát János halála után, hogy megszervezzünk egy ilyen emlékkiállítást, mert hát valóban, amint azt már említetted is, ő egy olyan kutatói munkát, egy olyan szívvel, lélekkel, szinte már fanatikus módon végzett tevékenységet folytatott, aminek köszönhetően számos irodalmi mű született meg, helytörténeti mű, a különböző publikáció, akár a történelem, akár a természetrajz, de említhetem nyugodtan a falusi turizmust is, a határon átnyúló kapcsolatokat is, hiszen Jánosnak nagyon sokrétű munkássága volt. Tehát ennek az eredményét illő és illendő és helyén való is talán bemutatni. Na most erre indultunk, tehát ezt próbáltuk meg megszervezni, ezt próbáltuk olyan formába ölteni, ami méltó egy ilyen ember, egy ilyen személyiség személyéhez. Elsősorban ő biológus volt, a természetismerője, botanikus, tehát eredendően ezen a vonalon indultunk el, a szakmai tevékenységéből, az életrajzából, a pályájából indultunk ki. Majd ugye néhány évet eltöltött, egy bizonyos időt eltöltött az intézményünk keretein belül is, mint a múzeum vezetője, tehát mint kollégára is emlékszünk rá, emlékezünk rá. És hát nem utolsó sorban ugye ez a személyes kapcsolat is, ahogy említetted, mert hát ismertük, hál' Istennek, néhány több évet együtt dolgoztunk, szinte napi szinten azt lehet mondani az utolsó éveiben. És hát ennek alapján ugye elsősorban a fotóit próbáltuk kiállítani, azokat az irodalmi műveket, könyveket, kiadványokat, képeslapokat, térképeket, amiket ő szerkesztett, illetve hát azokat is, amelyekben mint társszerző szerepel. És hát nem utolsó sorban özvegyének, Etelkának köszönhetően
megkaptuk azokat a személyes tárgyait is, mindennapi használati eszközeit, ami szinte hozzá nőtt, úgymond a bicskája, a kis rádiója, tehát még most is mosolyogva emlékszünk vissza néhány dologra, tehát ezekből is próbáltunk egy ilyen személyes vonalat aztán így húzni a kiállítás keretén belül, és hát, hogy mindenkit azért megszólítson. Bogol János fotóit, személyes tárgyait, életművét tükröző könyveit és publikációit felvonultató tálat december végéig látható a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeumban. Katolikus megújulás Észak-Kelet-Magyarországon címmel rendeztek országos művelődéstörténeti konferenciát a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. Hit, tudomány és kultúra. Így összegezhető a kétnapos esemény, amelyet a sárospataki Római Katolikus Egyház, az Egyházi Gyűjtemény és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma szervezett. Előadások, kiállítás és kirándulás színesítette a programot. A konferencia nyitó eseményét dr. Ternyák Csaba egri érsek is megtisztelte jelenlétével. Tégy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Loyolai Szent Ignác e gondolata köré szerveződött a kétnapos művelődéstörténeti konferencia. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Ternyák Csaba egri érsek, aki azt mondta, örömmel jött a konferenciára, hiszen Sárospatak régóta fontos helyet foglal el a szívében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy szükség van az ökumenikus nyitottságra. Öröm számomra az, hogy ez megrendezésre került. Azért öröm, mert Sárospatak kezdettől fogva, amióta Egerbe kerültem, mindig bizonyos értelemben a szívem csücske volt. Fontosnak tartottam az egyházmegyének ezt a távoli szögletét, az országnak bizonyos értelemben a sarkát felkarolni, ide hozni a Szentatya áldását, ezt a bazilikát, ezt a templomot bazilikai rangra emeltetni, Szent Erzsébet tiszteletét egyre jobban elterjeszteni, ezért van az, hogy itt vannak a Szent Erzsébet nővérek, ezért van a Szent Erzsébet katolikus általános iskola, mert Sárospatak nagyon fontos számunkra. Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a katolikus kötőszók a nem csak, hanem is. Olykor ennek persze adtak egy olyan jelzést is, mint egy szembeállítva a protestánsokkal, hogy míg a protestánsok azt mondják, hogy sola scriptura, mi azt mondjuk, hogy nem csak a Szentírás, hanem a hagyomány is, és még folytathatnánk. Tehát ennek a mondásnak, a katolikus tágasságnak volt egyfajta szerepe a protestáns-katolikus szembenállás fenntartásában. A felismert igazságot kétségtelenül mindenkinek követnie kell. Amikor azonban egy felismert igazságra túlságosan rázumolunk, nagyon közelre hozzuk a kameránkkal, akkor fennállhat az a veszély, hogy egy igazságot annyira közelről nézünk, hogy szinte minden más kikerül a figyelmünk homlokteréből. Márpedig akkor vagyunk igazán intellektuálisan becsületesek, hogyha az igazságokat nem állítjuk szembe egymással, és különösen nem ragadunk ki egyet, kettőt, hármat, hogy az a legfontosabb. Az a fajta katolikus tágasság, amely felölel sok mindent, és egyfajta nyitottságot is jelent, az kétségtelenül elkerüli a csőlátást. Ez az egyetemes vagy katolikus tágasság az, amelyik a megújulásban állandóan újra és újra szerepet kap. És ebben a tágasságban új értelmezést kap az ökumenizmus is. Mert mindaz, amit eddig elmondtam, talán úgy is lehetne értelmezni, minthogyha egyfajta katolikus gőg beszélne belőlem, hogy mi bezzeg mennyire tágasak vagyunk szemben mondjuk a protestáns testvéreinkkel. Valójában éppen az intellektuális becsületünk azt kívánja, hogyha egyszer tágasak vagyunk, akkor a protestáns testvéreinkre is ezzel az ökumenikus nyitottsággal kell néznünk, amelyik
Ferenc pápára is olyannyira jellemző, de már az elődeire is. Gondoljunk arra, hogy II. János Pál pápa Debrecenben megkoszorúzta a gályarabok emlékművét. Számunkra ez alapvetően fontos. És én nekem ezzel kapcsolatban van egy másik személyes élményem, hogy a következő esztendőben, én akkor esztergomi segédpüspök voltam, a protestáns püspökök eljöttek az esztergomi bazilikába, és virágot hoztak a kassai vértanúk ereklyéihez. Én úgy gondolom, hogy a gesztusok és az ellengesztusok azok, amelyek igazán fölemelnek, nagyjátesznek, és egymáshoz kapcsolnak bennünket, és megtanítanak bennünket egymás őszinte tiszteletére. Péforrai Tamás jezsuita provinciális köszöntő beszédében a közös keresztény feladatvállalást jelölte meg irányként. Szerinte csak ez segít abban, hogy a jövőbe tekintsünk. Azt gondolom, hogy ahogy ott akkor, 1500-as években, vagy amikor letelepedték a jezsuitát, vagy most is, a katolikus egyház, az egyház, azt mondjuk Semper Reformanda, mindig megújulásra szorul. Valahogy ez az itteni történet, amiről szól mai konferencia, de azt gondolom, hogy az egész életünk, a személyes életünk, a közösség életünk, a közös kereszténységnek a élete arról szól, hogy képes-e egy kereszténység, képes-e minden közösség így megújulni. Ennek a megújulásnak nagyon sok része van, nagyon sok útja van. Második Vatikánzsinat után egy külön teológia alakult ki a dialógusnak. Hogyan lehet, milyen formába tovább menni, és főképpen akkor egy akadémiai szinten való dialógusnak egyszerűen közös nyelvet megtalálni, akkor is, hogyha a különböző oldalról értékelünk, tapasztalunk meg, különböző sebekkel tapasztalunk meg történelmi eseményeket. Világos, hogy ehhez a térséghez, ahogy érseket említette, egyaránt hozzátartoznak a gályarabok és a kassai vértanok. Ez a történetnek a két oldala. Számomra, jezsuitaként nagyon fontos, hogy hogyan lehet ezeket a sebeket orvosolni. Azt gondolom, hogy ezek a gesztusok, a kiengesztelődésnek, a világos gesztusai, ezek új életet tudnak teremteni. A konferenciát Ervárkonyi Ágnes előadása nyitotta meg, aki 3 időmetszetben beszélt arról, hogyan gondolták a 17.-18. században a katolikus megújulást. Azt mindnyájan tudjuk, hogy a 17. század a változások százada, van olyan nemzetközi kutatási eredmény, amelyek azt mondja, tulajdonképpen a 17. században alapozódik meg az újkori Európa. Ebben az időben jönnek létre az új modern abszolutista monarchiák és a nemzetállamok, lezajlik az úgynevezett hadügyi forradalom, amikor átalakul az egész hadviselés, kialakul a nemzetközi nagy kereskedelem, létrejön az információ robbanás, ami rengeteg új adatot szolgáltat, de nagyon sok gondot is okoz a történészeknek, és hát a korszak, az évszázad nagy eseményei, a 30 éves háború és a törököt kiűző háború. 1663 a jezsuiták megtelepedésének ideje. Nagyon fontosnak tartom Pázmány Péternek a Nagyszombati Egyetem megalapítását, hiszen ez az évszázad az oktatás százada is, így is nevezi, és ebben a Nagyszombati Egyetem alapokmányában, az alapító levélnek a 9. pontja az úgy szól, 1635-ben, gondoljuk meg 50 évvel Buda visszavívása előtt, ez a 9. pont úgy szól, hol legyen az egyetem helye, ha a törököt kiűzik az országból. Az 1663-as nagy vállalkozás az Rinyinek is ezzel az elképzeléssel indult. És az ő körülötte összegyűlt főméltóságok, például Lipai György esztergomi érsek már egri püspök korában is nagyon fontosnak tartotta, és erre készült, hogy az ország erőit össze kell fogni, jobbítsuk meg magunkat, szabjuk más rendet dolgainknak,
hogy végre tudjuk hajtani ezt a nagy történelmi tettet. Forgó András előadásában arról beszélt, hogy milyen szerepet játszott a szerzetesség a török kiűzése után a katolikus megújulásban. Azt mondta, ez volt a szerzetesség második virágkora, hiszen komoly súllyal jelentek meg a politikában és a közéletben is. A szerzetesi elöljárók és a képviselőik országgyűlési részvételét, de általában az országgyűlés teljes összetételét sokáig a szokásjog szabályozta, majd 1608-ban és ezt követően születtek olyan törvénycikkek, amelyek a szerzetesek országgyűlési részvételét szabályozták. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor érdekes megállapításokra juthatunk, mert a szokásjog és 1608 után a tételes törvény értelmében a pálos rendfőnök és az újjáélet bencés és cicerci apátságok, valamint a premontrei prépostságok előjárói, ezen kívül pedig a jezsuita rend képviselői nyerhettek ülés és szavazati jogot a diétán, vagyis az országgyűlésen. Ők alkotják tehát az országos politikában aktív szerzetesek csoportját. A nap folyamán további előadásokat hallhattak az érdeklődők a szerzetesség szerepéről, a jezsuiták gyógyító tevékenységéről, a görögkatolikusok és a jezsuiták kapcsolatáról és az iskoladrámákról. Pontos képet kaptak arról, mit is jelentett a jezsuita szerzetesrend Magyarország számára, hogyan plantálta az emberek elméjébe a tudást, lelkükbe a hitet. Nevetés nélkül mit ír az egész címmel adott önálló estet a Latabár Árpád Színházban Pécsi Ildikó. A Kossuth-díjas színművésznő Sátoraljaújhelyi műsorában a humor mellett jól megfértek a keserédes melódiák és az igazi szerelmes dalok is. A Város Hete rendezvénysorozat zárógáláján prózai műveket is hallhatott a közönség. A zongora kísérettel előadott dalok között Karinti írásai és József Attila versei is elhangzottak. Pécsi Ildikó önálló estjével ért véget a Sátoraljaújhelyi Városhete rendezvénysorozat. A Nevetés nélkül mit ír az egész címmel bemutatott műsorában felcsendültek azok a dalok is, amelyeknek szövegét a színésznő írta. A sanzonokat, keserédes melódiákat jól kiegészítették a versek, prózák és mesék. Nevetés nélkül mit ér az egész? Eznek az előadásnak a címe, és én magam is elgondolkodtam rajta, hiszen ma már az élethez, a házassághoz, a gyerekneveléshez is kell a humor. Egész életében valahol ez is volt itt hátul kicsit a gondolatokban, hogy a humor és a nevetés az kell az élethez? Én azt gondolom, hogy ilyennek születtem, és ilyennek neveltek. Úgyhogy mind a mai napig nem tudok úgy viselkedni, mint ahogy illik ebben az életkorban, így 70 fölött, úgyhogy rendetlenkedem. A munkabírásáról, újító ötleteiről híres színész rendező a színpadon elfelejteti a közönséggel az élet bánatait, de legalábbis megmutatja, hogy a tragédiák és szerelmi bánatok is építhetik az életünket. Hogy a tragédiákat is megpróbálni, olyan szemüveggel nézni, amiből tovább lehet lépni. Mert amúgy azt hiszem elég nehéz dolog, hiszen minden dolgot meg lehet élni, a kis picike dolgokat is, hogy ja Isten, most kiborult egy kis tejet, szerencsénk van egy macska vagy egy kutya, az fölnyalja, ha nincs szerencsénk, akkor még gyorsabban kell föltörölni. Szóval nem szabad azt hiszem bizonyos dolgokat túl dramatizálni, szoktam volt mondani, hanem egyszerűen az ember éli az életét, és akkor azokat a dolgokat, amelyik szomorúsággal, bajjal, bánattal töltik el, azokat meg kell próbálni egy optimista szemüvegen nézni. Én azt gondolom, hogy ezt nekem sikerült megtanítani a szüleimnek.
és a színpadi darabok, mindig azt szokták mondani, hogy komédiát vagy vígjátékot sokkal nehezebb játszani, mint drámát, és ugyanez a rendezői oldalról is igaz, tehát amikor a színészeket próbálja meg, hiszen lehet egy bohózat vagy egy vígjáték akár úgy is vicces, hogy már egy kicsit alpáriba fordul, de úgy is, hogy nyilván nagyon intelligensen és a néző gondolatait is meg egy kicsit megdolgoztatva vicces. Én azt gondolom, hogy ezeket között a műfajok között nincs igazán különbség. Vagy jól csinálja az ember, vagy rosszul csinálja, vagy jól darabot választanak, vagy nem jó. Vagy jól rendezik meg, vagy nem. Tehát az, hogy én nekem szerencsém volt, én ilyen alpári dolgokban nem voltam szerencsés benne lenni, úgyhogy ez egy jó érzés számomra. Mert akár, ha veszem az Antal Imrével való hosszantartó kapcsolatomat, amikor ugye SZSZ-es évszakokban és nagyon sok televíziós műsorban dolgoztunk együtt, az mindig azért, mindig a belül volt azon, ami esetleg, mert ő is egy fantasztikus ember volt, fantasztikus alak volt, és nagyon szerette a nézője, amiket csinált és csináltunk. Tehát a dráma az lehet, hogy azért gondolják, hogy könnyebb, mert hogy ott nem, a néző esetleg nem érzi azonnal, hogy mi mit érzünk fönn. Úgy értem ezt, hogy a vígjátékban, ugye, ha nevetnek, akkor a dolog úgy néz ki, hogy akkor helyben vagyunk. De ugyanez a csend mérce a drámai szerepeknél. Tehát annál nagyszerűbb érzés, mint amikor egy igazán szép, katartikus jelenet közben és a végén is hallani lehet a lélegzetvételt, mert úgy figyelnek. És hát azért a végén a bármelyik műfajban vagy, pláne az élő műsoroknál, tehát mondjuk egy színházi zenéző taps azért az bizonyítja, hogy jó volt. Amikor azt mondtam, hogy a munkabírás és hogy soha nem áll meg, arra is gondoltam, hogy ha csak az internetre beütjük a nevét, akkor is rögtön feljön, hogy hol rendezett, milyen könyvet írt, stb. Most mennyire van erre még energia, illetve hogy mit dolgozik, mi a terv? Az a helyzet, hogy a Szűcs Pistivel mi rengeteget dolgozunk együtt, és most szó van arról, csinálunk karácsony környékére egy... Tavaly csináltam egy kétszemélyes darabot, aminek a zenéjét ő csinálta, és Erzsébet királynőről szólt tulajdonképpen. Az élet néha engem is költözvár, de a bajok ellen van egy gyomorvaság, mikor minden jó engem elkerül, azt énekrem, nekem minden Pécsi Ildikó igazán sokoldalú művész, hiszen rengeteg színpadi és filmszereppel a háta mögött kabaréban is játszott, valamint az évek során több könyvet is megjelentetett. Munkásságát több rangos elismerés mellett 2007-ben Kossuth díjjal jutalmazták, 2009-től a Halhatatlanok Társulatának tagja. Mostani hangos könyvnek, amit szeretnénk belőle megcsinálni, annak pedig egy ilyen síron túl is szeretem, és így jött bele ez a dolog a vidéki életről, hogy ott van egy olyan monda, nem tudom, hogy hallottad de hogy amikor meghal valaki, akkor ez elmegy ahhoz elbúcsúzni, akit a legjobban szeretett. És ez a dolog az én gondolatom, hogy ugye amikor a Sziszit leszúrják, akkor ő azonnal a Ferenc Józsefhez megy, mert én rengeteg mindent összegyűjtöttem róla, és minél többet is gondolkoztam, és idősebb lettem, és sok mindent átéltem, annál inkább az derült ki számomra, hogy ez a világirodalom legfantasztikusabb szerelmes párja. Mert hiszen egyáltalán nem tudtak egymás nélkül egy pillanatig se élni, és avval együtt, hogy nem éltek együtt, mert a körülményeik olyanok voltak, és a levelezéseibe a
Szóval a szerelem, a nehézségekkel megáldott szerelem, mert az egyik ugye nem tudta másiknak megadni azt a hatalom miatt, amit szeretett volna, de azért, ha az ember belegondol, és erről szól ez a darab tulajdonképpen, azzal a csavarral, hogy Erzsébet és Sziszi, tehát az emberbe benne él a fiatalkori énje, én ezt már tudom, és ha velem egykorúak, meg talán még fiatalabbak is tudják, hogy számtalanszor van olyan, hogy visszaköszönnek az előző fiatal életednek bizonyos dolgai, és azt mondod, hogy édes Istenem, hogy tényleg miért nem úgy csináltam, amikor először gondoltam, és ez egy ilyen párbeszédes, Hercedik Annával csináljuk, hogy Pista csinálta a zenéjét, fantasztikusan szép volt, és ebből szeretnénk csinálni egy ilyen hangos könyvet. Nagyon, nagyon érdekes, azt hiszem, nagyon érdekes, mert számtalan esetben van olyan az életünkben, hogy azt hisszük, hogy valamit remekül megoldottunk, és azt eltelik 10-20 év, és ha benned megszólal a másik éned, akkor azt mondja, hogy ugye nem ez kellett volna, hanem inkább avarra menni. Nagyon szép és izgalmas dolog. Mezitlába Parkban című előadásával nyílik október 17-én 19 órától a színházi évad a Sárospataki Művelődésházában. Bakostót Ildikó Tünde című könyvét mutatják be Sátoraljaújhelyen a Városi Könyvtárban október 17-én 16 óra 30 perctől. Kedves nézőink, véget ért a Mecénás, az Emplén Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre. Viszontlátásra!